Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ledva Ildikó, az MSZP volt elnöke. Kezi csoklom, szép jó reggelt kívánok. Van-e még Magyar Szocialista Párt? Olyannyira, hogy szombaton lesz a kongresszusunk. Azt nem állítom ezzel a ilyen fölényesen derűs mondattal, hogy minden rendben van körülöttünk, és hogy különösebben jól állunk, de megvagyunk. Ennek a kongresszusnak egyébként hát a szokott muszáj feladatok, tisztújítása többi mellett én éppen azt látom a fő funkciójának, hogy szembesüljünk a helyzettel. Ildika, ha megengedi, akkor egy technikai közlemény. Kérem a folyosón az egyik készülék kikapcsolását, mert behangzik a stúdióba, és nagyon zavar minket. Bízom benne, hogy sikerül kollégáimnak megoldani. Ez körülbelül olyan, mint a Magyar Szocialista Pártot karban tartani. És hogy többfelől szólunk nálunk, és többféle vélemény van. Nos, tehát azt kezdtem el mondani, talán hallható volt a lényeg, hogy ennek a kongresszusnak nyilván a személyi választásokon túl én azt látom a fő feladatának, hogy szembenézzünk azzal a helyzettel, hogy valaminek a határán vagyunk. A megmaradás és a továbbélés és az elsorvadás határán. Én bízom benne, hogy ez a szembenézés és a feladat meghatározása. Ildikó, én meg vagyok győződve, hogy egy országnak szüksége van ellenzékre. Én is. De hát ez az ellenzék ma már egyes, készültem erre a mai beszélgetésre, számoló biztosok szerint egyszerűen mérhetetlen. Hát ez így nem egészen így van. Az összes... És az emberek nem igazán merik bevallani, hogy valami közük van ez hát a párthoz. Ja, hogy a pártra mondja, nem az ellenzékre. A párt az a közvéleménykutatások szerint a teljes lakosság 6-7%-a, a pártválasztók, mert ugye hát a választásnál az számít, 4-5%-a, tehát mérhetőnek mérhető, de nagyon kicsi, és ahogy mondtam, a határán van valaminek, aminek nem kéne, hogy a határán legyen. Ami az egész ellenzéket illeti, mert az sincs jó helyzetben, azt hittem, hogy arra vonatkozik, az nagyjából... Nem lenne ilyen... fel az ő nyakába várni az egész ellenzék impotenciáját. Viszont, de az azért bőven megvan, az azért még mindig már az ellenzék egészen, eme rossz állapotok ellenére a szavazók körülbelül 40%-a bizalmát bírja. De ez felelősség is, hogy tessék, mondom, de ebbe benne van Márki-Zay Péter pártja, és akar ön egy ilyen felelősség teljes pártot, mint Márki-Zay, vagy mind a Jobbik, vagy mind a Mi Hazánk egyesülni? A Mi Hazánkot nem számolom az ellenzékbe. Érdekes módon az ő javaslatait inkább kormány előterjesztések formájában szoktuk viszont látni. Márki-Zaynak nincs pártja, tehát nem tudom a pártokhoz számolni. Tehát akarom, számolom, ha nem akarom, nem számolom. Hát nem tudom oda számolni, mint pártot. A választói, tehát a mozgalmának tagjai nyilván ellenzéki szavazók, de saját viszont érdekes módon az ön volt pártagjának a létszáma egyre nő. És itt például az ISZOM mozgalomra gondolok. Ugyan, ne viccelje már. Én tényleg drukkolok nekik, mert minden baloldali pártnak drukkolok, de jelen pillanatban őket tényleg nem sikerül mérni, bár nekik is volna egy lendületük, hiszen az általában a baloldal lendületét jelenteni. Ukrajna egén megjelentek az iráni kamikáz szerkenyek. Nem rakéták, nem inkább tudom, drónok. Igen, ez úgy látszik, hogy az MSZP egén is vannak ilyen drónok, hisz vannak, akik már elmentek, van, akik az utolsó pillanatra tartják az elmenésüket, és erről nekem egy régi könyvtárból vett idézetem a süllyedő hajóról, kik hogyan menekülnek. Mi az oka annak, hogy ettől a párttól menekülnek az emberek? Addig, amíg más pártok, igaz, hogy van egy üvegplafonjuk, de próbálják magukhoz szívni. Nyilván a DK-ra gondol az üvegplafon, de azért mégiscsak az ellenzék legnagyobb pártja. Ön egy gondolat olvasom, mint egy régi kiadó vezetője, igen. Annak úgy kellett ugye a szerzői gondolatokat is olvasni, amit nem biztos, hogy érthetően írt le, de maga érthetően mondta.
Azért joggal emlegeti a DK-t, mert nyilván a menekülések, idézőjelben mondom, lehet így is hívni, egyik oka az, hogy ott, mivel nagyobb párt, kétszer akkora támogatottságú, 2,5-szer, mint az MSZP, nyilván jobban lehet reménykedni egy következő választáson, egy polgármesteri vagy akár egy önkormányzati hely megnyerésében. Én ezt se vetem meg halálosan, hiszen mondjuk egy jó polgármester lehet, hogy a párthovatartozásnál előbbre valónak tartja, hogy ő tovább dolgozhasson a városa érdekében. Ha van, akinél ennél kevésbé nemes indítékok vannak, de maradjunk ennél a jó hiszeműségnél. Ez tehát a távozások, amennyiben a DK-hoz történik a távozás, egyik fő oka. Van persze más is. Könnyen lehet, hogy a párt mostani állapotában, lehetőségeiben való csalódás is vezet némely embereket. De hát ők is buktak, a bukottak közé akar az ember feliratkozni? Hát talán úgy gondolják, és ez azért egy elgondolkodtató megfontolás nekünk pártok vagy pártba szerveződött ellenzék számára, hogy ma a pártok általában lejáratottak, és inkább keresik az utat egyfajta mozgalomban. Mondjuk Újhelyi István példája az, amire most gondolok, de más ilyeneket kevésbé ismert emberek. Újhelyi István, hogyha 1-10-ig kéne értékelnie, hányast adna neki? Az európai parlamenti tevékenységét nem nekem kell osztályoznom, egyébként adnék rá egy 7-es, 8-as. Ő kétszer volt ott az év képviselője a saját szakterületén, ami hát egy nemzetközi döntés. Ez a döntés neki 10-et adott. Én most valószínűleg a 10-nél azért mentem lejjebb az európai parlamenti munkáját illetően, hogy ne tűnjek elfogultnak. Még azt is mondanám, ami egy EP képviselőnek külön feladata, különösen egy ilyen viszonylag kis ország esetében, hogy jól közvetítette itthon azt a munkát, ami az Európai Parlamentben zajlik. Dobrev Klára és Donát Anna mellett azt hiszem ő volt az az EP képviselő, akit megismert eme minőségben a hazai közönség. Ha most a távozását kell osztályoznom, vagy ennek az utolsó, hát fájdalmas szakításnak a teljesítményét, akkor azt mondanám neki, hogy újra kéne írni ezt a dolgozatot, ha ilyen tanítón én is sem osztályoznék, de maga is úgy gondolja, hogy amikor az elnöki ambícióiból visszalépett, mert úgy érezte, hogy párton belül vezetésen ez nem fog belül, menni. Igen, vagy túl sok az ellenfele, akkor ő túl korán bedobta a törülközőt egész egyszerűen. Szerintem az ember harcolja végig, ha van egy elképzelése. Egy sportoló, ha beáll a ringbe, akkor vagy győzzön, vagy vigyék el hordágyon. Hát nem kívánom neki a hordágyon, de minden esetre játssza végig a meccset. Ő akkor feladta, ő is úgy látja már, hogy ez talán túl korai volt. Utána viszont annyira nem maradt levegője a pártban, hogy az ezt követő lépését azt akkor már megértettem. Hát mert a párt sem volt túl kedves vele. Ildikó, ön nagyon fiatal, de azért már sok mindent látott. Ezért a nagyon fiatalért járok ide többek között, kedves nézők. Na most, hogy lehet összehívni egy pártkongresszust, és nem foglalkozni azzal a ténnyel, hogy világgazdasági válság van, infláció van, a szomszédban háborúdol, naponta tízezrek élete. Hát erről szól ez a kongresszus. Olvastam tudnélik a kongresszusi állásfoglalások tervezetét, de most nyilván nem pár dokumentumokat fogok itt, vagy nem azzal traktálom ilyen reggeli órán a nézőket. Erről szólnak, hogy hogy látható, hogy elemezhető, és hogy haladható meg baloldalról nézve ez a helyzet. Erről beszélünk ezen a kongresszuson. Ez a kongresszus megoldásokat is ajánl? Ajánl. Például az infláció problémájára van egy egész feladat csokor, ami az MSZP javaslata, más ellenzéki pártok is egy-egy elemét nyilván támogatják. Úgyhogy igen, van ajánlat is, én azt mondom, de ezzel nem mondok újat, nyilván a nézőink is így vélekednek, hogy egy ellenzéki pártnak nem csak a kritika a dolga, hanem a kezdeményezés is. Ezt megtesszük. Ennek a pártnak valamikor voltak ragyogó vezetői, volt vezetői utánpótlás.
Most úgy tűnik, mintha kiürült volna az utánpótlás, vagy a süllyedő hajóról időbe leszálltak azok, akik alkalmasak lettek volna. Lámpással kell keresni olyat, aki felvállalja, és illetve aki alkalmas is arra, ami szeretne lenni. Az utánpótlás az valóban nem könnyű probléma, de ennek van egy általános oka. Van MSZP-n belüli oka is, mert nyilván aki fényes politikai karrierje vágyik, az most egy nagyobb pártot, több reménnyel kecsegtető pártot keres magának, ez egy dolog. De van egy másik probléma, ami azt hiszem, hogy minden párt problémája, furcsa módon még a Fideszt is bele kell értenem. Az igazán tehetséges fiatalok ma nagyon ritkán adják politikára a fejüket. Úgy szokták mondani, elnézést a frivol kifejezését, hogy a politika ma nem szexi, nem vonzó. És aki igazán... Főleg, ha nem jól csinálják. Hát, de mivel azt látják egyik oldalon, másik oldalon, különböző okokból, hogy nem jól csinálják, ezért ez a elvi vonzerő nem érvényesülhet. Mondom, még a Fideszből is fogynak az igazán fiatalok, a többi hát ellenzékbe szorult pártról nem is beszélve. Fehér Oroszország határain orosz katonák gyülekeznek. Az Európai Unió és az Egyesült Államok több mint 15 ezer ukrajnai katonát visz külföldre kiképzésre. Ezek nem a tűzszünet jelei. Ezekre hogy reagál a kongresszus? A tűzszünet messze van, ezt mindenki látja. A kongresszus úgy reagál, vagy az MSZP eddigi véleményét, ami a kongresszuson is megjelenik, úgy tudnám összegezni, hogy mi is békepártiak vagyunk, akár a kormány, de máshogy képzeljük a békéhez vezető utat. Hogy szerintünk a békéhez... Részt vennének az ukránok kiképzésébe, igen, fegyvert küldenének neki. A fegyver küldésén csak azért lehet gondolkodni, mert történelmi okok miatt arrafelé a magyar fegyverek... Meg talán azért, mert nincs is. Hát ez a másik, de rossz történelmi asszociációt kelthetnének. Egy ilyen kiképzésben én, ha én volnék a kormány, nyugodtan részt vennék, és bizony felelősen és nem mindig betartva vennék részt a szankciós politikába. Tudnélik, a békéhez az az út vezet, ha az agresszor kedvét elvesszük a további támadásoktól. Pláne magyar részről, akik hát itt vagyunk a szomszédban. Az nem vezet békéhez, hogyha az agresszornak azt mondjuk, hogy jó van, nem segítünk Ukrajnának, vedd el Ukrajna egy részét, és akkor ezen az áron legyen béke. Én erre nem emlékszem, hogy ezt mondták volna, hanem azt mondják, hogy Ukrajnában él nagyon sok olyan magyar ajkú ember, akinek emberi jogok járnak, és ezeket az emberi jogokat nem kapja meg, de engedje meg, hogy folytassam gondolatmenetemet. Nem engedem, mert nem hagyhatom szó nélkül. De bizony, aki azt mondja, hogy ne segítsünk Ukrajnának, hogy oda ne kerüljenek fegyverek. Ukrajnának segítettünk, hisz több millió embert fogadtunk. Ugyan ne viccelje, de hogy fogadtunk, én ott dolgozom a menekültekkel. Ezek az emberek menekültek Magyarországról is, mert ismerik a magyar álláspontot. Tranzit utat biztosítottunk nekik, ez tisztességes dolog, de én ott vagyok azok között, a civilek között, akik ellátják ezeket az embereket, kormánypénz oda nem jött. Ennyit a segítségről. Jó, ez az ön álláspontja. Nem, ez az én gyakorlatom, mert ott vagyok a menekültek amikor között. Amikor még tanárnő volt, akkor ugyan nem földrajzot tanított, de biztos ön is tudja, hogy van nyár, tél, és így sorolhatnám tovább. Most, ha minden igaz, akkor a tél következik, a hideg tél. Így van. Mindenek felett egy kormánynak a feladata gondoskodni állampolgárairól. Egyetértek. Ha ezt valaki nem tudja segíteni, akkor joga van ezt gátolni? Ki gátolja? Én csak kérdéseket teszek föl. Attól függ, honnan, milyen áron, milyen pénzügyi áron és milyen politikai áron szerzi be ez a kormány az energiaforrásokat. Ha én a második világháborúban éltem volna, akkor még a sátánnal is leültem volna tárgyalni, ha ezzel embereket tudtam volna megmenteni. Hajmér ebből következik. Méreg drágán az ellenségtől tudok szerezni üzemanyagot azért, hogy az embereim ne fagyjanak meg, hogy a nyugdíjasaim, akik eléggé furcsa állapotban vannak, köszönhető 1945 utáni nyugdíjrendszereknek, beleértve az MSZMP-t, az MSZP-t, a Fideszt, a
mindenkit, aki él és tudja, mozog. Egyben biztos vagyok, nagyon jó, hogy a második világháborús példát mondta. Maga személy szerint nem üzletelt volna Hitlerrel, akármilyen energiáról van szó. Erre leteszem a nagy esküt, igen, a maga nevében is. Igen, de jelen pillanatban... Jelen pillanatban meg kell, van itt meg... egy másik agresszor, Putyinnak hívják. Putyinnak hívják, viszont milyen alternatív lehetőséget lát? Ön azt nagyon az... sokat látott. Azt olyat, az... akitől pénzért mi tudunk venni. Azt az alternatívát látom, amit megkapott Magyarország, hogy van egy haladékunk az orosz gázzal való ellátás biztosítására. Nincs gázszankció, az egész Unióban nincs, nem csak Magyarországon. Gáz sincs. Hát hogy ne lenne, hát kapjuk állítólag az oroszoktól. Úgy nekünk van, de másoknak nincs. Pont annyi van másoknak is. Nálunk állítólag is, a mi tartályainkban 6 hónapra elegendő van. Másoknál is van, ami egyébként azt jelenti, hogy gázra nincs szankció egész Európában. Mi meg olajra kaptunk 2 évi haladékot. Magyarországot tehát nem sújtják azok a szankciók. Ja, biztos ideg, hogy ezeken a csöveken tud is jönni, amit esetleg küldenek. Hát például az volna a biztosíték, ha Putyin szavába lehet bízni. De annak a Putyinnak a szavába, aki azt mondta, hogy 5-ön áron adja Magyarországnak a gázt, aztán látjuk, hogy nálunk még a piaci árnál is, már a nyugat-európai piaci árnál is drágább, bizony igaza van, én sem bízom a szavában. Lendvai Ildikó, holnap a tömegek tüntetni fognak. Lendvai Ildikót akarjuk a kormány élére. Erre kevés esélyt látok. De akkor szóljon a tömegeknek, hogy ne jöjjenek. Oké. 1956. október 23-a, 2022. október 23-a. Ez nem ünnep, ez egy megemlékezés. Egyáltalán az aktuál politikának lehet bármiféle köze is, sétára, nem sétára, egy nemzet, ami akkor megosztott volt. Ma nem szabad, hogy megosztott legyen. De az. Az ott egy... Akkor ilyenkor ezt a megosztottságot be kell temetni, hisz a közös halottainkról van szó. Nem, a november 4-én van szó a közös halottainkról, persze 23-ának van közel. Én október 23-áról beszéltem, nem 23-ának más. Szerintem arról kell szólnia, mert megosztott volt ugyan a nemzet, de egy hatalmas egység bontakozott ki akkor a forradalom oldalán. Ha ezt újra tudjuk teremteni, akkor van jövőnk. De azt nem osztom, nem is ezt mondta, nem ezt hányom a szemére, csak én véltem valami ilyen hangsúlyt is kihallani, azt nem osztom, hogy ünnepeken félre kell tenni a politikát. Ez nem ünnep, ez egy megemlékezés. A megemlékezésen se kell annyiban félre tenni, hogy azért emlékezünk, hogy tanuljunk a múltból. És legyen így október 23-án, vagyis én megyek a pedagógus demonstrációra és diák demonstrációra. Olyan jó érzés, hogy már az unokáim is ott vannak. Igen, Ildikó, de lehet október 23-át összekeverni a diák demonstrációval, a pedagógus demonstrációval és bármivel? Hát kik azok, akik 23-án elkezdték ezt a forradalmat 56-ban? A diákok. De most hova mi nem mennek? Forradalmat, most mi egyetértést akarunk. Azon az áron akarunk egyetértést, ahogy az 56-osok is akarták, hogy egy jobb világban értsünk egyet, ne egy rossz világban. Ezek a diákok és tanárjaik velem együtt most a műegyetemre vonulnak megemlékezni, mert ott akkor a műegyetemről indultak a diákok, akiknek köszönhető volt egy jobb jövő reménye. Ne vegyük ezt el a mai diákoktól semmilyen módon, azon a címen, hogy megemlékezésnél nem illik a jelenre gondolni, de bizony illik. Ön, amikor kiadó igazgatója volt, mondjuk azt, hogy most az, és én megjelenek egy ötlettel, írok egy könyvet az Árnyék kormányról. Milyen esélye van, hogy ön ezt az Árnyék kormány című könyvemet kiadja? Hát ha egy jó elemzés, akkor kiadnám. Másrészt meg úgy tudom, hogy maga jól ír, tehát eleve bizalommal fogadnám a kéziratát. Az Árnyék kormány, mint jelenség, az nyilván elemzésre méltó. Az egy másik kérdés, hogy nekem tetszik, vagy nem.
magát a formát, hogy legyen árnyékkormány, ezt én egy jó keretnek tartom. Hát a világban több helyen van maga, jobban is tudja, mint én. Csak ez hogy azok nem közösségi oldalakon tartanak sajtótájékoztatók. Az egész magyar politika jobb oldala és bal oldala átköltözött, utálja a médiát, és így úgy döntött, hogy a médiát kikapcsolja, és egyenesen az általam nevét ki nem mondott közösségi oldalakon próbálja. Majd én kimondom, Facebook. Próbál politizálni. Hát, tessék mondani, egy 8 gyerekes családanyának, Ózdon, akinek küzdeni kell ahhoz, azért, hogy befűtse a lakást és vacsorára krumplit szerezzen. Van ideje Facebookon olvasgatni politikusaink, tudja, meg nem politikusaink hülyeségeit? Az a 8 gyerekes családanya, az a médiában sem figyeli a politikai mozgásokat. Nem hiszem, hogy csüng a sajtótájékoztatókon. A rádiót bekapcsolja, ha van neki. És melyiket? A királyét? Mert azon aztán hiába van sajtótájékoztató. Szeretném emlékeztetni, hogy minden második pénteken az én műsorom is fölhangzik, melynek hallgatottsága veri az összes többit. És szeretném elmondani, hogy a modern mai Magyarországon az egyházi adások a legnépszerűbbek, mert az embereknek hinni kell valamiben. Ez fontos, amit mond. Milyen érdekes, hogy a Kossuth Rádióban, ahol magának tényleg kitűnő műsora van, nem a hírek a leghallgatottabbak. De visszatérve az árnyékkormányra, mert adós vagyok a mondat másik felével, az első fele úgy hangzott, hogy a keret szerintem nem rossz keret. Tényleg sok mindennel ki kéne mással tölteni, nem csak Facebook bejegyzéssel, tehát nem, ebben nem kötekedem magával kivételesen. De a mondat másik fele úgy hangzik, hogy a jelenlegi ellenzéki széttagoltságban egyetlen párt árnyékkormánya az egész nélkül szerintem nem igen lehet sikeres kezdeményezés. Még akkor is, ha ez a legnagyobb párté. Úgyhogy ezt sajnálom, hogy ilyen formában. Saskavaré helyett nézzen árnyékkormány sajtótájékoztatót, szól a hirdetés. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre, köszönöm, hogy ilyen jól néz ki, és hogy... Azért ezt a hirdetést ne tessék komolyan venni, és köszönöm és szépen milyen, a munkot. És mielőbb újra látjuk. Nagyon kedves nézőim, köszönöm. Ezzel a beszélgetéssel véget ért a Pirkadat mára. Ne felejtsék, hogy Szimhát Tórában, a zsinagógákban várják Önöket a kora délutáni, kora esti órákban táncoltatni a tórákat. Jelentem szomorúan, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Messiás ma sem érkezett meg, úgy látszik a társadalom nem elég fejlett rá, de még egy lehetőség van, hogy mindenkinek bepecsételje a Jóisten az útlevelébe azt, hogy marad eme világon, és nem a túlvilágról figyeli az itteni borzalmakat. Köszönöm, hogy minket választottak, további jó műsorokkal várjuk a nap folyamán Önöket, jöjjenek, várjuk Önöket holnap. Emkende Péter is itt lesz, jó magam is itt leszünk, és megpróbálunk Messiás helyett is, de valami használható műsort összedobni Önöknek. A viszontlátásra. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm.